Nézzük a mai témáinkat és mai vendégeinket. Vince István, a Beregszász kistérség alpolgármester lesz majd meghívott vendégünk, az alpolgármester a kistérségnek a előjáróinak a munkáját elemezzük majd, illetve... Szejsz Tibor mentőtechnikus lesz a vendégünk, mint már említettük korábban, a gyalogosoknak a közlekedési szabályainak a betartásáról fogjuk kérdezni, és hogy milyen tapasztalatai vannak erről. Valóban hibásak-e sok esetben a balesetek bekövetkezésénél a gyalogosok is? Illetve már vele beszélgetünk, akkor mindenképpen megkérdezzük itt szeptember vonatkozásában az iskola kezdése alkalmával a gyermekeüléseknek a hasznát, illetve annak a használatának a fontosságáról kérdezzük majd. Azt gondolom, hogy majd tud erről mesélni. És ez nagyon hasznos téma most. Köszönjük, hogy... 10 perc, már is jövünk. Megismertelek, azt hittem, jó ember van. Bármint ez egy óriási történelmi dolog, de erről majd kicsit később. Ez alkalom a külön kiadásban Megfi Mária. És Birta Zoltán nem akarja hallani a hangomat, és Birta Zoltán. A saját nememet nem akartam hallani. Köszönjük azon a rádió hallgatókat, akik most csatlakoznak a műsorhoz a livestreamen, és sokan vagytok így, aztán minél több ember csatlakozik, el ne felejtsük megosztani a livestreamen a műsorunkat, ezáltal is több emberhez tudunk eljutni. Hallottátok már a hírekben, hogy igazából ma, illetve ezen a héten a megyei rendőrség azon újabb sorozatában a gyalogosokat kezdi vizsgálni. Igazából végre már eljutunk arra a szintre, ahol nem csak a közlekedésben részt vállaló autósok, motorosok, teherautósok kerülnek vizsgálat gorcső alá, hanem a gyalogosok is. Ma reggel is egy tragikus kivitelű baleset történt Balazsér elején, két biciklist ütött el egy autós, de kimondtam a gyalogosok témakörében kerestük meg a következő percekben meghívott vendégünket, szakértőként Szejc Tibor van a vonal másik oldalán, mentőtechnikus. Köszöntünk a szeretettel, tisztelettel, hallasz-e bennünket? Igen, hallok benneteket. Szia Marika, szia Zoltán, üdvözlöm a hallgatókat. Talán amikor a gyalogosoknak a felelősségét vizsgáljuk, akkor nem kell elengedni, hogy ez valós probléma, hogy sok esetben nem az autós a hibás egy baleset esetében, hanem a gyalogosnak a tudatos közlekedésének a hiányosságaiban volt a, mondjuk néha sok esetben katasztrofális kimenet. Hogyan látjátok mentősként, mik azok a leginkább szembetűnő szituációk, ahol a gyalogos húzza a rövidebbet? Valóban, hát úgy gondolom a gyalogos közlekedésnek a legnagyobb veszélye az, hogy egy járművel elgázolják, és ez történet a járművezetők figyelmetlensége, vagy akár a gyalogos hibájából. Ugye a járművezetés az önmagában is egy veszélyes üzem, viszont jó esetben ezt ismerő, abból vizsgázó emberek vezetik a járműveket, míg a gyalogosok egyrészt nem fogalma sincs a keresztről, úgyhogy közös a felelősség szerintem, felesleges akár egyikre, akár másikra mutogatni. Amivel lehet csökkenteni ennek a veszélyét, hogyha a gyalogos közlekedésre jelölt járdán közlekednek a gyalogosok, akkor is, ha esetleg kicsit rosszabb a minősége, mert az úttesten nem kell számítani erre a járművezetőkre is, és a legjobb látási viszonyok mellett is előfordul, hogy későn veszik észre az autósok. Egymás után közlekedő járműveknél az első az nyilván hamarabb észreveszi, és ki tudja kerülni, de az őt követő jármű az már még sokkal könnyebben el tudja gázolni a gyalogosokat. Természetesen, ahol nincsen járda, ott csak az úton tudnak közlekedni, de akkor lehetőleg az út szélén, és ne középen. És hát még jobb lenne, hogyha használnának láthatósági mellényt ezeken a veszélyes szakaszokon, ezeket a színes, ilyen rikító színű életmentő mellényeket, ami messziről észrevehető. Az út átkelésnél nagyon gyakori probléma az, vagy baleset forrás, hogy nem a gyalog átkelő helyeken kelnek át, még ott sem, ahol a közelben lenne. A gyalog átkelőket, a zebrákat azért kicsit nagyobb figyelemmel közelítik meg a járművezetők, míg a váratlanul a jármű elé kiszaladó ember, vagy kiguruló biciklisre nagyon nehéz felkészülni. Tegnap előtt is volt itt minden nap történni, de tegnap előtt a médiában is benne volt, hogy itt Pesten egy a zebrától egy 50-60 méterre egy édesapa 7 éves lányával próbált átszaladni az úttesten, és sajnos mindkettőjüket halálra gázolták. Szomorú. Ugye kezdődik az iskola. Hallgattam az előadást, vagyis a beszélgetéseket, és hogy ez is szó kerül. Ilyenkor ugye sok kisgyerek van, még esetleg álmos szülővel az úton, vagy a járdán,
fontos, hogy a kisgyerekeknek fogjuk a kezét szorosan. Bármikor, ha meglát egy barátot a túloldalon, egy kiskutyát, akkor váratlanul kitépheti anya kezéből a kezét, és átszaladhat az úton. Hát a jól ismert Ella Junior énekesnek is sajnos így vesztette életét a kisfia. Ott volt az édesanyja, és egy másik felnőtt is a társaságában, és mégis megtörtént. Az is fontos, hogy mi felnőttek mutassunk jó példát. Akár az ebben történő átkelésnél, akár a közlekedésnél, gyalog is, vagy kerékpárral is. Kerékpárosokra is nagyjából ugyanezek a veszélyforrások jellemzőek, és ugyanezek a hibák, amik a gyalogosokat. Látok, nem tudom, hogy az ebrán átkelésnél vagy a kerékpárosnál van-e olyan szabály, hogy le kell szállni? Igen. Értelemszerűen csak úgy érvényes az elsőbségjújtás, igen. Jó, mert az nem minden országban egyforma a kereszt, de mindenképpen ajánlatos megállni, és nem váratlan nagy sebességgel áttekerni, még akkor is, ha zöld a lámpa. Mert nagyon fontos szabályos gyalogost is, vagy a szabályos kerékpárt is érheti baleset, hogyha figyelmetlen a járművezető, azért mindenkinek azt javaslom, hogy ne csak nézzen, hanem lásson, és járjanak nyitott szemmel. Kedves Libor, talán... Még egy baleset... Igen? Ebben a tekintetben egy újabb jelenség, és én magam sokszor találkozom ezzel, sajnos még itt Beregszászi kis térségben, vagy Kárpátalja közlekedésében is, hogy van egy zebra, ott van a gyalogos, és úgy érzi, hogy az zebra az egyenlő azzal, hogy engem lát az autó, lát a teherautó, lát, meg tud állni, és igazából még oldalra sem tekintve, fülhallgatóval a fején, vagy éppen telefont markolászva, kilép az útestre, és teljes tempóval, vagy éppen nagyon lassan áthalad az úton, mint hogyha egy betonfal védeni attól, hogy én meg tudjak állni, véletlenül el nem csúszom, nehogy ne lássam, vagy el ne kapjam. Mennyire van ez valós statisztikákban jelen ez a probléma, hogy kilép egy gyalogos a zebrán, és nem veszi, nem áll meg, és nem nézi meg, hogy az autól észrevette, elengedi-e, vagy egyáltalán tudásosult benne, hogy ott van-e, vagy nincs. Igen. Pontosan erről beszélek, hogy amikor egy gázolásnál a járművezető felelőssége felmerül, gyorshajtás, ittasság, bármi, figyelmetlenség, ő nem figyelte a piros lámpát, akkor is azért természetesen ő a nagyobb hibás, de azért az esetek nagy részében felfedezi a gyalogos hibája, és olyan szempontból, hogyha nem csak előre néznek, és nem, főleg nem bedugott füllel, hogy még hallani sem hall semmit, hanem annak ellenére, hogy zöld a láb, amit te mondod, körülnézne, ugye, hogy a józan paraszti diktálja, vagy ahogy a nagymamányi csinálnák, mielőtt átmennek az úttesten, akkor még egy szabálytalanul közlekedő jármű elé sem lépnének ki az esetek nagy részében. Nem akarom egyértelműen a gyalogosokra kenni a felelősséget, de pontosan erről van szó, hogy az, hogy ez szerint, vagy esetleg egy bírósági tárgyalás szerint a másik fél, a vétkes, ő szekte meg a keresztabályt, a senkit nem véd meg a lebénulástól, a tolószéktől. Tehát a saját egészségünk, családunk védelme érdekében érdemes ezt megtanulni, és megtanítani a gyermekeinknek is, hogy ne csak azt nézzük, hogy zöld a láb, hanem elindulás előtt nézzünk szét, nézzünk jobbra-balra. Említetted te is a láthatósági mellényeknek, illetve különböző karkütőknek a fontosságát. Ugye láthatunk, sokszor találkozhatunk azzal, hogy egy gépjárművezető imitálva van, hogy egy gyalogos hány méterre vesz észre, hogyha van rajta mellény, vagy hogyha nincs. És itt gondolhatunk arra is, hogyha a kisiskolások szürkületben, ugye most itt van az őszi borult időjárás is, hogy maga a ruházaton, tehát érdemesebb rikító színűbb ruhákat felvenniük, amit jobban látnak például a gépjárművezetők is. Hogyan tudjuk ezt rutinosabbá tenni, és valóban a mindennapokban odafigyelni rá, és mi a leghatékonyabb módszer erre, hogy egy gépjárművezető észrevegyen egy gyalogost? Pontosan, nagyon igazad van, Marika. A láthatóság így van a kisgyerekeknél iskolai időszakban is, akár iskolatáskával a hátukon is nagyon fontos az észrevehetőség, egy rikítószínű táska, vagy rikítószínű kabát, hogyha nincs is ilyen láthatósági mellény, most már sok kiegészítőt lehet venni fényvisszaverő csíkokkal, ködös, nyálkás, esős időben, vagy korán sötétedik télen, ilyenkor nagyon nagyban növeli a messziről észrevehetőséget. Ami még most így eszembe jutott, ami gyakori baleset, főleg forgalmas helyen, nagyvárosokban, ott, ahol van tömegközlekedés, nagy járművek, több sávon, a járművezetők, vagy a járműveknek a holttere, nem tudom, hogy mond-e ez valamit, hogy vannak olyan részek a
járművezető üléséből a visszapillantóban nézve, ami nem látszik. Tehát ha belenéz a járművezető a visszapillantóba, jobbról balról, akkor látja a két oldalát az autó mögött, illetve ha kinéz oldalra, akkor ami mellette történik, azt látja, de ami a jármű mögött van közvetlenül, illetve ami mondjuk a hátsó üléssel egy vonalban, de egészen oldalt, ezek nem láttanak a tükörben. És nagyon sokszor a kanyarodó jármű elé egyszerűen besétál a gyalogos, mert arra számít, hogy az autós észreveszi. Kitakarhatja az áoszlop, a látómezőt, illetve, mint mondtam, visszapillantó tükröknek is van egy holtere. Én erre azt tudom javasolni, hogy érdemes megtanulni, meg megtanítani a gyerekeknek, hogyha gyanús neked, hogy lát az autós vagy nem, akkor nézd bele a tükrébe. A járműnek a tükrébe, ha látod magát a sofőrt, látod az arcát, akkor ő is láthat téged. Ha te nem látod, akkor nyilván ő sem fog. Tehát ezt a holteret is érdemes figyelni. Ez egy szuper tanács, és megfogandandó. Nagyon kevés időnk maradt a műsorban. Nagyon sokszor van, amikor évekig húzódik azon a vita, hogy ki volt a hibás, mert a gyalogos a zöldön ment át, a járművezető is nagyon körültekintő volt, sajnos vannak olyan szerencsétlen kereszteződések, ahol a kanyarodó járműnek is zöld, meg a zebrán is zöld. Igen, és akkor ugye egymásra kéne figyelni. És rengeteg ilyen tragédia van ebből, hogy mindenki abba bízik, hogy a másik figyel. És tehát érdemes ezen elgondolkodni, és ezt megtanítani. Hogyha az autó mögött vagy, aki esetleg kanyarodni készül, vagy te akarod előzni biciklivel, akkor érdemes nézned a tükrét, hogy látod-e benne a sofőr tekintetét. Az óvodák újranyitása gyakorlatilag már meghozta a témakörnek az aktualitását, az iskoláknak a beindulása még inkább hangsúlyossá teszi a gyermeküléseknek a használatát. Sajnos a mi vidékünkön élő anyukák, apukák nagyon lazán kezelik ezt a körkérdést. Nyugatabbra élő barátaim sokkal komolyabban. Taxival sem utaznak, ha nincs benne gyerekülés. Csak vonattal vagy busszal mennek, hogyha nincsen gyerekülés, vagy ha nyaralni mennek, és ilyen közlekedésre van szükség. Viszont nálunk igazán könnyen veszik a gyereküléseknek a használatát. Tehát ha egyáltalán van, akkor nem kapcsolják be, ha meg két gyerek is van, egyszerűen az első ülésen utaztatják, mert úgy sokkal többet lát. Mennyire fontos az mentőtechnikusként a saját tapasztalatodon belül, hogy a gyerekülésben legyen, utazzon a gyerek becsatolva a biztonságban, és mit is védez meglátásod szerint? Hát elengedhetetlen a használata. Én úgy gondolom, hogy megbocsáthatatlan a szülőnek, hogyha enélkül utaztatja a gyerekét. Fogalma sincs a legtöbb embernek, hogy mekkora veszélynek teszi ki szándékosan, mert ugye ez nem véletlen, nem olyan, hogy elfelejtettem, hogyha nincs is az autó, a gyerekülés, akkor szándékosan tudja. És valóban nálatok ugye lazán veszik, nyugaton már felnőttek ehhez a kultúrához. Mi meg a kettő között vagyunk, inkább azért használják itt Magyarországon sokan, mert megbüntet érte a rendőr. És tök jogos a rendőrnek a büntetése, védeni akar bennünket vele, és nem csak meggazdagodni rajta. Tehát jó lenne felnőni ehhez. Valóban látjuk nagyon sokszor, nekem elszorul a gyomrom, vagy a szívem, amikor látom, hogy a hátsó ablakon néznek ki a gyereket, mondjuk tehát ott érdelnek a hátsó ülésen, és integetnek, mit tudom én, a mentőnek. Aranyosak, de hát egy fékezésnél előre fognak repülni. Vagy a két ülés között áll hátul, hogy jól kilásson előre. Ennél már csak az veszélyesebb, gondoljatok bele, amikor az anyuka öli van a gyerek. Úgy utazik, nem sofőrként, mondjuk az anyuka ott az anyós ülésen, és ott ül az ölébe a gyerek, és az apuka ölébe. Nagyon sokszor látjuk. Mert majd megfogom, elmondottam. Igen. Vagy ott áll a gyerek, a pici egy-két éves kiskorú gyermek. Ez kedves gesztus, meg olyan, mintha óvná is a gyereket, átkarolja, viszont egy ütközésnél a saját testével fogja agyon nyomni, amikor neki préseli a műszerfalnak, vagy akár a hátulülve az első ülésnek, a háttámlájának azt a kis testet. Ebből rengeteg tragédia történik. Bármennyire is hozzászokott a gyerek, meg kell nevelni, inkább ősírjön egy kicsit, amíg az átoktatás történik, mint hogy a családnak legyen nagy vesztessége. Aztán, amire nem érdemes beszélni, bár evidens, de azt gondolom, hogy azért annyira nem jellemző, hogy figyelnek rá, hogy a gyerekülés az a korral, a gyerekülésnek a technológiája az a korral változik. Tehát ahogy nő a gyerek, ahogy nagyobb a súlya, úgy mindig másfajta gyerekülésre van szüksége. Ugye egy picike csecsemőnek, egész kicsinek ilyen bölcsőszerű, utána vannak azok az ülések, amiben bele lehet ülni, van esetleg ilyen támlája is elől, amit rá lehet hajtani,
meg ő. A nagyobbaknak már elég egy ülés magasító, aminek nem az a célja, hogy jól kilásson, nyilván az is eredménye, hanem nagyon fontos, hogy a biztonsági öv használatánál ne csak dísznek legyen ott, hanem egy balesetnél az megfogja, és lehetőleg a mellkasánál tartsa vissza az őt, és ne a nyakánál. Tehát amikor egy nagyon alacsony ember ül be, egy magas szállított övvel, vagy egy, mit tudom én, 10 éves gyerek, aki hát már stabilan tud ülni, de még nem elég magas, akkor itt a nyakigerincnek a sérülését lehet csökkenteni azzal, ha alárakunk egy ilyen kis ülésmagasítót, egy egyszerű hapci vagy párnát például, ilyesmit. Aztán nagyon fontos, hogy ne csak egy jó gyerekülés legyen, amiben bele van rögzítve a gyerek, hanem maga az ülés is rögzítve legyen. Megfelelően, mert sokszor történik meg egy durva balesetnél, hogy a gyereküléssel együtt kirepül a szegény gyermek, és azért szenved súlyos sérüléseket. A csecsemőt azt ugye sokan tudjuk már, hogy háttal kell ültetni, tehát úgy ebben a bölcsészerű gyerekülésbe, így menetiránya a szembe, mert egy fékezésnél ő a kis gyenge nyaka nem tudja megtartani az előre bukó buksiját rendesen, úgyhogy emiatt így háttal, hogy a hátával támaszkodjon. Úgy érdemes rögzíteni, és fontos, hogy elől, tehát a német szakemberek soha nem ajánlják az elől lévő gyerekülést. Csak akkor, ha elkerülhetetlen. Hátul. Mégpedig azért nem, mert a légzsák az még tudja súlyosbítani a sérüléseket egy sérülékeny kicsi testnél. Ha elől is kényszerül valaki vinni a gyerekét, mert figyelni kell rá, egyedül van az autóba, nyüzsög, látni akarja, akkor csak olyan járműbe vigye, ahol ki lehet kapcsolni a légzsákot. A legtöbb autónál megvan ennek a technológiája, ha ez nem kikapcsolható, akkor az egy időzített bomba. Tehát egy kis koccanásnál is robban a légzsák, és az egyébként sérülés nélkül megúszható baleset is tragikus következményekkel járhat. Kedves Tibor, nagyon szépen köszönjük, hogy mindezekről tudtunk beszélgetni, mert lassan véget ért az adásidőnk. Sok kevés balesetet kívánunk mentőtechnikusként, is kevés munkát, inkább pihenjetek a munkahelyeteken, dolgozzatok. Köszönjük, hogy itt voltál velünk. Köszönjük szépen. Nagyon szívesen egy nagyon rövid gondolatot szeretnék, hogyha hátul is utazik iskolába menet a gyerek, lehetőleg a jobb oldalon vagy középen, hogy a járda felé tudjon leszállni, hogy ne az út felé, ez is csökkenti a baleset veszélyt. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Köszönjük szépen, hát erről napokat tudnánk beszélgetni. Igen, és több órát, és nagyon sok hasznos tanácsot megosztottál velünk. Szép napot. Köszönjük szépen. Szejc Tibor mentőtechnikus volt az elmúlt percekben a témáknak a szakértője. 11 óra 6 perc van, meg később várra jönnek a legfrissebb 11 órási hírek. Mindenkinek áldott napot és jó rádiózást kívánok. Búcsúzok a szerkesztők ezen a pénteken, Megfi Mária. És Bírta Zoltán, szép napot, sziasztok! Sziasztok! Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek. Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше. Вітання радіослухачам, 12 година за київським часом в ефірі новини.